Sziasztok, Peti vagyok, és az Avagroup média csatornát nézitek. Ma egy új témával jövök nektek, mégpedig arról fogunk beszélni, hogy mikor érdemes elkezdeni gitározni, hogy érdemes elkezdeni gitározni, mi szükséges ahhoz, hogy el tudjatok kezdeni gitározni. Beszélni fogok a csodálatos Muszti Bea és Dobai András gitáriskolájáról, kis történetem is van hozzá. Te, András, ne kattintsatok el, van számotokra egy üzenetem is a videóban. Aztán beszélünk más forrásokról is, tehát a Bea és az András könyvén kívül vannak más nagyon jó források is, ahol utána lehet olvasni, nézni annak, hogy hogy érdemes gitározni. Bocs, hogy mindig oda nézek, de ott van a forgatókönyv. Illetve még egy bocs, a hang minőség ma nem lesz annyira jó, mert a Zoom H1 az a gitárnak a hangját fogja fölvenni, és az én hangomat csak a GoPro veszi, illetve biztos lesz majd egy-két autó, ami itt az erkély alatt elmegy, majd megpróbáljuk kivágni. A videó meglehetősen hosszú lesz, de a videó alatt találni fogtok egy tartalomjegyzéket. Lesznek benne talán olyan pontok, ami nem érdekel mindenkit, de alapvetően azt ajánlom, hogy nézd meg a teljes videót, mert rengeteg információban van szétszórva az egész videó hossza alatt. Illetve, ha pedig egy bizonyos téma érdekel, akkor a tartalomjegyzékben rá tudsz kattintani, és akkor a YouTube egyből oda fog ugrani, ahol van az a rész, ami téged érdekel. Úgyhogy ne is húzzuk tovább, kezdjünk neki, lássuk! Először is beszéljünk arról, hogy én hogy kezdtem gitározni. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni a sztorit. Valamikor még a 80-as években kaptam egy gitárt egy édesapám ismerősének a fiától, és egészen, tehát az ilyen 4-5 éves lehettem, és egészen 22 éves koromig nem gitároztam. Be volt rakva a sarokba, soha nem is nyúltam hozzá, majd ahogy elkerültem az egyetemre, akkor egyik szobatársam az albéletben gitározott, és akkor vele kezdtem el úgy érdeklődést mutatni a gitározás iránt. Ő volt olyan kedves, a Vince, hogy megjavítatta a gitáromat egy hozzáértő szakemberrel, és a Vince volt az, aki először megemlítette nekem a Muszti Bea és Dobai András által írt gitáriskolát, valamint a Csalamádét, a dalgyűjteményt, ugye Vincének is volt egy példánya, és ez kérlek szépen 2002-ben volt, és 2002-ben én fölvettem a Beáékkal a kapcsolatot, ha jól emlékszem e-mailben, hogy van egy gitárom borzasztó állapotban, tehát úgy képzeld el, hogy a gitárnak itt föl volt puposodva a borító lapja, tehát itt be tudta dugni az ujjadat a gitár végén, benne Cyril betűs írás, amit lefényképeztem és elküldtem a Beáéknak, és ők világosítottak föl róla, hogy valójában cirillül az volt beleírva, hogy gitárá, tehát volt egy gitármárkájú gitárom, ugye cöcöpöt, tehát nem kell messze menni, és akkor elmentem a Beáékhoz, ők dedikált gitáriskolát adtak nekem, amit ugye megvettem, megjegyzem, hogy ezt a csomagot is ugye megvettük, tehát itt nincsen fizetett reklámról szó, és nagyon kellemes, körülbelül fél órát, egy órát töltöttem el az Andrásékkal, eszméletlen jó fej emberek,
És azt kell, hogy mondjam, és itt az üzenet, hogy ha ti, Bea, András nem vagytok, és nem úgy álltok hozzá a hozzám is, mint valószínűleg minden más tanítványotokhoz vagy emberhez, akivel összesodor az élet, akkor valószínűleg nem gitároztam volna, és nem akartam volna most újra a születésnapomra gitárt. Ugye ez, hogy hogy alakult az, hogy most megint gitározásról beszélünk, és igazából akkor olyan 2004-5 táján időhiányába le is tettem a gitárt, tehát 2-3 évig játszottam mindenféle igazi terv nélkül játszottam akkor, tehát akkoriban csak így magamnak ilyen nagyon bénán sika, meg béna akkordokat játszottam, abszolút nem volt alkalmas, soha nem felejtem el, hogy egyszer eljátszottam a Halls of the Rising Sun-t az apósomnak, akkor volt először, meghallgatta, hogy én hogy gitározom, és mondtam, hogy na akkor válasz, és akkor azt mondja, hogy hát igazából eljátszottad a Halls of the Rising Sun-t. Na ebből tudtuk, hogy a gitárjátszásom alapján nem lehetett fölismerni azt, hogy milyen dalt játszom, ennyit erről. Viszont azt a gitáriskolát és a Csalamádét kölcsön adtam név nélkül Helga, és el is veszett a gitáriskola, úgyhogy most a feleségem a 39. születésnapomra megvásárolta, dedikálva megint csak a Beáéktól a gitáriskolát és mind a hat kiadását a Csalamádénak. Ugye van Csalamádé 1-től 6-ig, a szőnyeges, a gitáros, a... mi ez? Héja? Nem héja. Kesejűs. Úgyhogy amúgy alapvetően mindenkinek csak ajánlani tudom, mert borzasztó jó könyv. Később a videóban még beszélek arról, hogy miért tartom borzasztó jó könyvnek a gitáriskolát, azon túl, hogy ad egy olvasmányos, vicces, tehát föntartja az érdeklődésedet, és úgy csinálták meg a Beáék a könyvet, hogy fejlődésre késztessen, de majd erről még beszélünk. Beszéljünk arról, hogy hogy érdemes elkezdeni a gitározást. A legelső az, hogy nincs felső se alsó korhatára igazából annak, hogy mikor kezdjük el a gitározást. Tehát most, hogy 15-6 év kihagyás után megint gitárt vettem a kezemből, elmondhatom, hogy semmire nem emlékeztem, gyakorlatilag nulláról kezdem, 2-3 hete, ugye 4-én jött meg a gitár, most 18-a van. És gyakorlatilag nulláról mindent újra kellett kezdeni, ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy néhány olyan dolgot is megtanuljak, amit korábban kihagytam, mert nem érdekelt, mert nem úgy álltam neki. Ha gyereket szeretnétek megtanítani gitározni, vagy a gyerek azt mondja, hogy ő szeretne gitározni, akkor azt javaslom, hogy próbáljatok meg találni valakit, aki tud kölcsönadni a gyereknek egy gitárt, vagy egy barát, akinek van gitárja, és akkor járjanak egy kicsit össze, kezdjen el vele játszani. Miért? Mert teljesen fölösleges a gyereknek kiadni pénzt egy gitárra, amit 2 hét után el fog dobni. Tehát adjatok neki egy ilyen egy hónapos tesztidőszakot, amikor majdnem napi rendszerességgel, de hozzáfér egy gitárhoz, de még nem adhatok érte ki pénzt. Miért mondom ezt? Azért, mert a gitározás első 2 hetében, főleg, hogyha fémhúros gitárról van szó, de amúgy a nejlonhúros sem sokkal jobb ilyen szempontból, véraláfutásos lesz a gyereknek az újbegye, ahogy lefogja a különböző akkordokat. Körülbelül 2-3 hét kell ahhoz, hogy megkeményedjen a bőr, elhal néhány idegszál az újbegyekben, és ez valószínűleg a kisebb gyerekeknek nagyon hamar kedvét fogja szegni a gitározásban, és hát azért kár lenne megvenni egy gitárt azért, hogy aztán a végén ne használja. Ehhez a témához például tudom idézni, és itt van az egyik
jó pont, hogy miért kiváló ez a könyv. A Gitáriskola 18. oldalán írja a Bea és az András, hogy kezdetben, főleg ha keményebb acélúros gitárotok van, a balkéz ujjhelyei szúrnak, fájnak, vízfolyagok is megjelenhetnek rajtuk, nem kell mindjárt orvoshoz rohanni, elmúlik, ha gyakorolsz napi 20-30 percet, vagy amennyit bírsz, ez egy ősi gyógymód. Jó, tehát nem én találtam ki, ez tényleg így van, le van írva a Gitáriskolába, és hát ezen az időszakon túl kell lenni, amúgy tényleg ilyen 2 hét, én napi tényleg 15-20 percet játszottam, és mostanra még mindig érezni amúgy, tehát egy órát nem tudnék végigjátszani, de egyre jobb lesz, szépen megvastagszik a bőr, és akkor minden rendben van. Tehát, hogyha gitárvásárlásra kerülne a sor, akkor a Gitáriskolában is vannak olyan üzletek felsorolva, ahol Budapesten vagy vidéken Magyarországon érdemes gitárt vásárolni. Itt Németországban, ahol én élek, mi a musicstore.de oldalon vásároltuk a gitárunkat, és hát a Music Store azt gyakorlatilag én voltam ott, ez Kölnben van. Képzelj el egy... hát mihez hasonlítsam? Egy komplett bevásárlóközpont. Tehát 3 emeleten bemész, a földszint az csak akusztikus gitár és billentyűs hangszerek és fújós hangszerek, de egy Tesco méretű szinten, tehát el lehet bent tévedni. Fölmész az emeletre, akkor ott vannak az elektromos gitárok, egy komplett emelet, csak elektromos gitárok, illetve ott is vannak ilyen nagy koncertzongorák, és akkor a legfőső emeletre, megmondom őszintén időjárásban, föl se jutottam a legfőső emeletre, ahol a dobszerkók vannak. Tehát hatalmas. Ezt a gitárt amúgy egy erősítővel együtt csomagban adták, és meglehetősen jó ára volt, a gitár maga 108 euró, az erősítő a 160 euró lett volna, de így csomagban lényegesen olcsóbb volt. Illetve hozzá kell tenni, hogy és miért mondom ezt az üzletet, ez a gitár nem ebben a színben volt, ezt Sunburst-nek hívják ezt a színt, nem ebben a színben volt, hanem sima ilyen faszínűben, és a megrendelésbe beleírtuk, hogy ha lehetne, szeretném ilyen színbe, és ilyen színbe jött, tehát le a kalappal előttük, annak ellenére, hogy egy hatalmas multicégről beszélünk, figyelembe veszik a megrendelésbe beleírt, megjegyzésmezőbe beleírt kívánságaitokat. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a Beáék is beleírták a könyvbe, és teljesen igazuk van. Én annó a gitározást azért hagytam abban, mert az az orosz gitár egyre rosszabb állapotban volt, mozgott a nyaka, mindenféle baja volt, de akkor is, ha új gitárt veszel, nagyon olcsó, túl olcsó gitárt ne vegyél. Egyszerűen kínlódás lesz a hangolás, kínlódás lesz játszani rajta, ergonómiailag az olcsó gitárok, vackok. Ez a gitár, ez egy szeretne Fender lenni, Indonéziában gyártja, a Fender gyártja, csak ugye úgy az a neve, hogy Square by Fender. Tehát majdnem Fender, de mégsem. Ez a 108 eurós gitár, ez tökéletes hangzásban, mindenben, egészen más, mint az én régi orosz gitárom. Természetesen gitárt lehet venni 4 és 5 ezer euróért is. Ezt a gitárt már kezébe adtam egy olyan kollégámnak, aki 52 éve gitározik, és ő azt mondta, hogy ez a 108 eurós gitár egy teljesen jó gitár. Azokat a hangokat, azokat a különbségeket, amit egy 1000, 2000, 3000, 4000 eurós gitár tud, az tényleg csak profik tudják úgy lefogni a húrokat, úgy megpentgetni, hogy azt tényleg lehessen használni. Nekünk kezdőknek
abszolút nincsen rá szükség, és semmi értelme nincs. Majd azért arról beszélek, hogy ha nem ilyen születésnapról, egy tervezett költségről lett volna szó, én valójában milyen gitárt vettem volna, az 1200 euró, de el fogom mondani, hogy miért tartom jegyzékbe, előre lehet ugrani a Line 6 Variax Shurikenhez. Egyéb iránt van egy másik kollégám, aki pedig fellépni jár gitárokkal, és otthon vannak neki gyönyörű 3000 eurós Fenderjei, de a gigekre, tehát a fellépésekre ilyen 100 eurós gitárokkal, mint ez is jár, mert ahogy ő használja, egy év alatt elhasználódik, egy év után vesz egy másik 100 eurós gitárt, és nem kár érte, és nem a drága Fender gitárt, amit igazából a stúdióban használ, teszi tönkre a fellépésekkel. Ugye, mikor szállítod, tönkre megy, a hőmérsékletkülönbség nem tesz neki jót, a páratartalomkülönbség nem tesz jót a gitárnak, és hát használódik. Akkor beszéljünk nagyon röviden, csak a felsorolás kedvéért a gitár fajtáiról. Van az úgynevezett akusztikus vagy dobgitár, ami hasonlít ehhez, de ez nem az, hanem ez egy elektroakusztikus gitár. Az elektroakusztikus gitár azt jelenti, hogy van neki egy ilyen kontrollerje, itt alul van benne egy 9 voltos elem, itt alul bele van dugva a kábel, ami jelenleg a Zoom H1-ben veszi föl, hogy mit csinálok, és itt hangerőt lehet meg egy ilyen egyszerű equalizer van rajta, valamint van egy beleépített hangológép, ami tök szar. Tehát azt nem, majd arról még beszélünk, hogy milyen kiegészítőket érdemes vásárolni a gitárhoz, de ebbe a hangológépbe nem lehet megbízni, tehát ezt felejtős. Na, hol tartottunk? Elektroakusztikus gitár. A következő az elektromos gitár, amit nem összetévesztendő ezzel, azok ugye azok az igazi rockos elektromos gitárok, őnekik tömör testük van, nem mikrofon veszi föl a hangot, mint ebben, hanem pick-upok vannak rajta, van különböző formája, a Stratocaster vagy a Telecaster, és azoknak van egy előnye, hogy sokkal vékonyabb a nyaka, tehát kisebbkező embernek sokkal könnyebb rajta játszani, illetve hogyha nem akarod zavarni a szomszédokat, akkor ugye abból szinte semmi hang nem jön ki. Te innen közelről hallod, hogy játszol, de más nem hallja, csak a erősítővel. Aztán vannak az úgynevezett üreges elektromos gitárok, ha sikerül ide beraknom egy képet róla, tehát az egy elektromos gitár és egy akusztikus gitár kombinációja. Aztán vannak a basszusgitárok, ugye 4 húros vagy 6 húros basszusgitárok. Vannak az ukulelék, ami egy nagyon jó kis alternatíva, ugye pici gitárocska, ilyen havai dolgokban szoktátok ilyet látni. Ugye ott máshogy kell az akkordokat lefogni, tehát azt nem kavarnám össze, hogy egyszerre tanulj gitározni, meg ukulelézni, mert összezavarodsz tőle. Amúgy egy tök vicces kis dolog, mindössze 4 húrja van, tehát valamivel egyszerűbb, tök jó. És most eljutottunk ide a Line 6 Variax Shurikenhez, amilyen gitárt én egyszer fogok vásárolni magamnak, és amilyet vettem volna, hogyha nem szülinapi ajándékra kapok gitárt. Az a gitár az egy kinézetre elektromos gitár, de annál sokkal több. Nagyon-nagyon röviden. Van benne egy elektronika, olyan formája van egy kicsit, mint egy Stratocaster, viszont mégis kettővel több ilyen tekerentyű van rajta, és ez a két tekerentyű az előre programozott, vagy általad felprogramozott dolgokat tud. Tehát azt mondod, hogy kattintasz egyet ezen a állító tekerentyűn, és egy akusztikus gitár hangját fogja kiadni a kábelen. Tekersz rajta még egyet, akkor egy elektromos gitár. Tekersz rajta még egyet, akkor meg banjo hangja lesz. És lehet rá programozni saját dolgokat, tehát hogyha egy olyan számot játszol, amit csak az alsó 3-4 húron játszol, és ugye egy idővel ezek be fognak rezonálni a felső húrok, akkor
a Variax-ba programban, ugye a számítógéppel ki tudod kapcsolni ezt a két kurt, tehát nem fog bele szólni neked semmilyenbe, akkor át tudod hangolni a gitárt. Ugye a gitároknak van egy alap hangolása, hogy E, A, D, G, B, E. Ugye, ezek a húrok föntről lefele. Na most ezt, anélkül, hogy a gitárt hangolnád, egy kattintással át tudod állítani másmilyen hangolásba a gitárt. Tök jó dolog, szintén elektromos gitár, tehát vékonyabb a nyakja, viszont 1200 euróba kerül, és hogyha még több szabadságot akarsz vele, és egy idővel profibb leszel, akkor lehet hozzá venni egy olyan nevezett Helix pedál lapot, amit leraksz a földre, van rajta 8 vagy 10 gomb, amit lábaddal tudsz nyomogatni, és akkor úgy is tudod átváltani, hogy mit tudjon, meg sokkal több mindent tud, akkor mindenféle effektet, meg ilyeneket. Nagyon durva, és hát 1200 euróért nem kevés, de nem is sok ahhoz képest, hogy mennyi mindent tud. Jó. Lapozzunk. Beszéljünk a kiegészítőkről. A legfontosabb kiegészítő, teljes mindegy, hogy kezdő vagy haladó vagy, egy jó hangológép. A telefonokra is vannak hangoló programok, egészen jó, nagyon sokáig használtam egyet, ugye 2002, 3, 4, 5 táján, amikor még gitároztam, és nagyon jól működnek, de nem érnek föl egy jó hangológéppel. Én a gitár vásárlásakor kértem ezt a Fame Digital hangológépet, ami azt hiszem 6 vagy 7 euróba került, és tök jól működik, ugye bekapcsolod, és akkor így nem csinál semmit. A rezgést veszi át, tehát hogyha ide rá csippantod a gitárra, mondjuk kíváncsi, hogy látni, hát talán látszik, hogy fölment, ugye zöld-piros, a gitárból veszi át a rezgést. Mindenképpen szerezzetek be egy hangológépet. Persze tök jó, hogyha megtanultok fül után hangolni. Ugye azt tudni kell, hogy én erre a fülemre süket vagyok, a másikra már kezdek süket lenni, úgyhogy nálam esélytelen, hogy én fül után behangoljam a gitárt. Aztán a következő pengető, vagy hát ugye plektrum, pár euróért lehet vásárolni, egy 10-es csomagot vettem, megvettem hozzá egy ilyen pengető tartót, amit föl lehet ragasztani a gitárra, és akkor a pengető mindig itt van kéznél. A BA-ék azt mondják, hogy ne játsszál pengetővel, ameddig nem megy jól szabad kézzel, tehát az ujjaiddal, körmeiddel, ujjbegyeddel. Én úgy gondolom, hogy saját magamnak, ez a saját döntésem, mindig is nagyon nehéz volt akkor, 2002-ben pengetővel játszanom. Volt egy kölcsön pengetőm, meg lehet csinálni petpalacból, vagy hát ilyen mindenféle műanyagból. Nem ment. Most direkt kényszerített magamat, hogy pengetővel kezdjek el játszani, mert úgy gondolom, hogy jobb. És majd ugye arról, hogy hogy érdemes tanulni, meg hogy érdemes haladni a gitározással, akkor látni fogjátok, hogy én miért döntöttem így. Amúgy való igaz, hogy először próbáljátok megtanulni kézzel, ujjbeggyel gitározni, illetve körömmel. Érdekességgép, 4-én jött meg a gitár, ma 18-a van, ennyi idő alatt ennyit tudnak nőni az ember körmei, teljesen le vagyok döbbenve, de tök jó. A következő kiegészítő az pedig az öv, az övnek az akasztója, mindjárt megmutatom, és egy állvány a gitárhoz. Ugye nekem hatalmas a hasam, és az én gitárom mindig így a combomról le akar csúszni, mert nem derékszögbe fekszik föl valahogy így, mert így nem tudok rajta gitározni, tehát nekem amúgy is kellett egy öv. Viszont az öv abban segít, hogy a tartásodat jobbá teszi, hisz kihúzod magadat, ugye egy kicsit elemelkedik a gitár a combottól, főleg, hogyha árva ugye akarsz gitározni, akkor amúgy is kell, és nagyon sokat segít. Ha a tartásnál tartunk, akkor karosszéket felejtsd el, fotelt felejtsd el,
Az ágy vége az azért nem jó, mert nincsen tartása a derekadnak, ezért nekem van egy úgynevezett nyeregszékem, tehát egy ilyen laborszék, majd itt megpróbálok berakni egy fényképet róla, amit a legjobbnak tartok, mert rá tudsz ülni, kényelmes, kihúzod magad, az öv is segít a kihúzásba, sokkal könnyebb gitározni. Egyetlen egy dolog, amit én még nem vettem meg, az egy kotta tartó, mert a szemem is kezd gyangulni, így 40 évesen, és azért az tök jó lenne, hogyha a gitáriskola vagy a csalamádék, azok itt lennének előttem, hogy tudjam olvasni. Az övnél mondtam, hogy van egy akasztója, ami itt látható, ez egy ilyen kis egy csavar, egy kis ezüst gyűrűvel rajta, amiben az övet bele tudod akasztani. Na most ez a gitár úgy jött, hogy itt van rajta egy akasztó, vagy hát volt rajta egy akasztó, és itt nem volt, mert olyan övhöz tervezték, amit egy madzaggal ide a nyakra kötsz. Viszont ez a madzagos megoldás nekem nem volt szimpatikus, mert útba van, amikor itt játszol, ujye itt fogod, itt a hüvelykújjadnak mindig útba van az öv. Ezért lehet vásárolni 1-2 euróért ezt a csavart ezzel a gyűrűvel, ide óvatosan befúrod, előfúrsz neki egy 2-es fúróval, behajtod a csavart, és akkor az övet tudod rögzíteni, ezt majd. Az állvány, gitárállvány, itt van egy, amit vettem, ez is ilyen 10 euró, nem egy nagy vasszizdasz, viszont van rajta egy gomb, gombot megnyomod, ne, ugye még új, erős benne a rugó, de a lényeg az, hogyha a gombot megnyomod, akkor így össze lehet csapni, meg ki lehet csapni, és akkor lerakod, és a gitárt rá lehet helyezni. A másik az egy táska, ugye egy ilyen gitártáska, megint csak 4 euróról beszélünk, tehát 1500 forint. Nagyon szar minőség, legalább nem porosodik a gitár, amikor leteszed. Arról is beszélünk majd, hogy milyen gyakran érdemes letenni a gitárt, vagy egyáltalán érdemes letenni a gitározást egy kis időre. Ennek az elektroakusztikus gitárnak ugye én tudatosan azért vettem, mert én fel akarom venni később, majd ahogy fejlődök a gitározásomat, vagy számítógéppel, vagy ezzel a Zoom H1-jel, és ehhez kaptam egy erősítőt, azt az erősítőt majd az elektromos gitárhoz is, hogyha egyszer lesz mondjuk karácsonyra, vagy következő szülnapomra egy ugyanígy egy ilyen Squier elektromos gitárom, akkor ahhoz is jó. Ugye a fényképen az az erősítő, tehát ekkora a gitár, és ekkora volt mellette a fényképen az erősítő, ami járt vele. Na, az van, hogy az erősítő olyan 15-20 kiló, és egy utazóbőrön méretű erősítőt kaptam hozzá. Tök jó, 60 wattos erősítő, nagyon meg vagyok elégedve. Egyetlen egy gond van, hogy a legkisebb, tehát az 1-től 10-ig ugye van skálázva a hangerő, az egyes szinten van a hangerő, akkor már, még szerencsére a szomszédok normálisak, rohadt hangos. Tehát a szobát, az ilyen 10 pár négyzetméteres szobát beüvölti az erősítő. Főleg mivel pengetővel játszok, ezért nem is használom, ott van a sarokba, de hát volt, és majd az elektromos gitárhoz tök jó, hogy lesz. Illetve ugye kellene kábelek. Nagyon sokáig szenvedtem azzal, hogy hogy vegyem föl, hát nagyon sokáig ugye ebben a 10 pár napban szenvedtem, hogy vegyem föl a hangot. Ugye az erős, a gitárral jön egy kábel, ami benn van a gitárnak a dobozába, egy nagyon gyenge minőségű. A musicstore.de adott hozzá egy nagyon jó minőségű, ilyen gumírozott kábelt, és amit bele lehet dugni az erősítőbe, de többet nem. Na most az erősítőn van kimenet, ezen a 60 wattoson, ahhoz vettem még egy kábelt, ugye két mono 6,35 mm átmérőjű mono jack jobbal, és akkor egy stereo 3,5 mm-es jack ki. Majd később vettem pár euróért ezt a pici átalakítót, ami csak egy ilyen feltétpos, nem húzom szét, de el tudjátok képzelni, a 6,35 milliméteres mono jackből csinál egy 3,5 milliméteres stereo jacket, amit bele lehet dugni bármilyen eszközbe, viszont ez ugye line, tehát ez nem egy erősített hang, míg ugye az erősítőből egy erősített hang jön ki.
tehát azt nem line inbe, hanem stereo inbe, tehát már erősített bemenetbe tudod beledugni. Ugye ennek annyi van, még nagyon gyorsan kitérek rá, hogy így ez csak monót vesz föl, tehát a jobb sávon veszi föl, tehát hogyha ebből a ez alá a videó alá, majd hogyha később megpróbál kicsit gitározni, már a két hetes szintemen, akkor ugye azt még számítógéppel meg kell dolgoznom egy kicsit, hogy sztereó legyen belőle, mert különben csak egyik, csak a jobb sávon lehetne hallani. Bár most jut eszembe, hogy bal. Bocsi, bal. Tehát, most térjünk ki a tanulásra, hogy érdemes tanulni, gitározni és hogy ne. A gitározást elkezdeni sose késő. Én majdnem 40 vagyok, 39-ból lettem ebbe a hónapban, és nem késő elkezdeni gitározni. El kell dönteni azt, hogy mi a cél, tehát reális végcélt kell egyszerű meghatározni, hogy te most profi gitáros akarsz lenni, zenekarban akarsz rockgitár szólókat kínozni a gitárból, vagy csak magadnak játszodozol. És sokan szerintem a szülők közül bármilyen hangszerről beszélünk, ott rontják el, hogy a gyereket túlerőszakolják azzal, hogy zenetanulás. A gyerek akarja a zenetanulást, és a gyerek élvezze azt, hogy játszik a gitáron. Minden napra kell egy apró pici kis cél. Egy apró pici sikerélmény. Tehát ahogy, és ezért zseniális a Muszti Dobai Gitáriskola, mert oldalanként, ahogy lapozol, mindig valami új dolog jön bele, azt kigyakorlod 10-20 perc, amikor először rájössz, és aznap este már úgy mész ágyba, hogy basszus, megint tanultam valami újat, tök jó. És ezeket a pici kis sikerélményeket kell szummázni a végére, különben érdeklődést vesztesz felnőttként is, meg főleg gyerekként is a gitározásban, meg bármilyen zenetanulásban. Nem kell agyon hajhászni a gitártanulást, tehát napi pár perc, de tényleg ilyen 5-10 percek is már, ugye attól függ, hogy mit, tehát hogy a gitáriskolában jársz, akkor ott leültetnek másfél-két órára, és akkor ottan gitározni kell, de ha így magadnak otthon csinálod, napi pár perc már tökre elég, pár perc alatt mindig, de viszont azt akkor rendszeresen kicsit gyakorolsz, és egyre jobb leszel. Van egy youtuber, aki meg van említve a gitáriskolában is, ez a Justin Guitar, tehát a Justin Guitar nagyon-nagyon jó YouTube, kell hozzá tudni angolul, illetve most rátaláltam egy magyar youtuberre, egy nagyon szimpatikus űrge, ez a Gitározni jó. Ezt írjátok be, egy ilyen kecskeszakálas, kopasz srácra fogtok találni a YouTube-on. Szegénynek van egy elég komoly beszédhibája, dadog, viszont ha ezen túl tudjátok magatokat tenni, akkor nagyon jó dolgokról beszél. Például neki van egy olyan videója, hogy mi az, amit napi 5 percben gyakorolj, és haladni fogsz előre, vagy 15 percben. Nem arról van szó, hogy napi csak 5 percet gyakorolj, de már 5 perc is elég. A gitározás tanulásban hatalmas segítséged egy jó könyv. Tényleg úgy néz ki már ez a videó, mintha valami fizetett reklám lenne, de ennél jobbat én még nem láttam, mint a Muszti Dobai Gitáriskola. Nem, mondtam nektek, hogy vissza fogunk arra térni, hogy én miért szarul tanultam gitározni 2002-3-4 környékén, azért, mert akkoriban fogtam csak a csalamádét, és a beáék minden egyes dalnál a kis akkordokat odarajzolták. És én egyszerűen nem gitározni akartam, hanem haladni akartam, túl gyorsan akartam haladni, és én gyakorlatilag innen a kottából megtanultam az akkordokat. Tudjátok, mi lesz kurva, bocsánat, tudjátok, hogy mi lesz baromi jó az elektromobilitás jövőjében?
könnyebb lesz videót csinálni, mert ezek a rohadt dízelautók nem fognak itten belezajongani. Tehát én igazából ebből tanultam meg, a csalamádéból gitározni, lenéztem ezeket az akkordokat, és nem forgattam a gitáriskolát akkoriba. Ugyan volt, de nem olvastam el. Nem úgy, mint most. Azt is el kell dönteni, pontosan ezért, hogy mit akarsz megtanulni. Meg akarsz tanulni tabulatúrából, tehát amikor egyes hangokat játszol, vagy sikából akkordokat akarsz játszani, vagy bontani akarsz, ugye, hogyha egy... Vagy pengetővel akarsz megtanulni gitározni, ezt érdemes az elején eldönteni, vagy menet közben ki fog alakulni. De mondom még egyszer, egészséges, apró célokat, és a végére is pedig egy egészséges célt kell kitűzni magad elé. Ha nem egy zenekarban, egy koncerten akarsz a végén gitározni, akkor ne is úgy állj neki, mert csak belefáradsz. Ha úgy érzed, hogy gyakorlás közben egy pár napra letennéd a gitárt, tedd le, semmi baj. Ha tényleg igazán érdekel a gitározás, akkor úgyis egy-két nap múlva, vagy egy hét múlva érezni fogod, hogy megint a kezedbe akarod venni, mert tök jó dolog. Tehát semmi baj nincs azzal, hogyha egy-két napra leteszed a gitárt és nem nyúlsz hozzá, kicsit pihenni kell, át kell gondolni, akarsz-e még gitározni, mit akarsz, hogy akarsz, milyen technikát akarsz megtanulni, viszont segít az, hogyha van egy példagéped, vagy van egy olyan szám, amit meg akarsz tanulni, mindenképpen le akarod tudni játszani azt a zeneszámot, akkor az egy nagyon jó hajtóerő, hogy abnak az irányába elindulj. És mi van akkor, hogyha mellé pengedsz? Ugye sokan elfusztrálódnak, hogy gyakorol, és nem fog le egy húrt elég erősen, ugye főleg, hogyha itt a második húron játszol, akkor lehet, hogy a legalsó húrra véletlenül ráfekszik az újbegyed, akkor nincsen semmi, játsz tovább. Tehát játszd végig a számot, és kezd el újra, és kezd el újra, és kezd el újra, és előbb-utóbb megtanulod. Ugye sokan az elején ott rontják el, hogy azt hiszik, hogy csak így lehet fogni a gitárt. Ahogy gitározol, a csuklódnak mozog előre-hátra. Most ez egy kezdőnek, főleg az, aki autodidakta módon magától próbál megtanulni gitározni, ő neki ez még nem teljesen egyértelmű, hogy ez hogy is működik. Meg kell tanulni, ki kell tapasztalni. És itt szeretném megemlíteni még egyszer a gitáriskolát, aminek azt hiszem a 15. oldalán van valahogy úgy, nagyon megnézzük. Így van. 15. lap alja, Ha én rózsa volnék. A Ha én rózsa volnék amúgy egy nagyon állat kis dal, viszont ha megnézitek, akkor a beájék csak az első két sorát tették ide be. És ez például engem rohadtul ösztönzött, hogy magamtól rájöjjek, ugye pontosabban az első sora van itt, fölül a kotta, alotta pedig a tab, tehát a tabulatúra. És így ebben a könyvben csak így van bent. Később hátrébb a könyvben, vagy ebben, vagy a csalamádéban benne van az egész szám kottával, és ahhoz, hogy ha már egyszer tabulatúrával el tudod játszani az első sorát, tehát mutatom, ennyi van benne a könyvbe. Ennyi van, és a szám még megy tovább. Na most tök jó, hogy most vagy tudatosan, vagy nem tudatosan csinálták a beájék, de az volt az első, hogy megkerestem a dalamot, és a kotta alapján rájöttem magamtól, vagy hát megpróbáltam rájönni magamtól, hogy játsszuk tovább a dalt. És ez egy tök jó dolog. Tehát már aznap volt egy hatalmas sikerélményem, hogy tovább tudtam játszani a dalt, mint ahogy az a könyvben benne van, és még rájöttem, hogy melyik hang hol van a gitárom. Baromi jó. De ott tartunk, mi van, hogyha mellé pengedsz. Tovább kell egyszerűen játszani, hogyha van egy olyan rész,
a dalban, ami például nehéz, ebben a dalban is van egy olyan, hogy... Igen, tehát tiri-ri-ri-ri, ez egy kezdőnek elég gyors. Tehát ez egy kezdőnek elég gyors, és nem megy egyből, nem fog menni egyből, ezért fogtam és csak ezt a sort 20-szor egymás után. Tiri-ri-ri-ri, 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 lejátszottam addig, ameddig valamennyire nem megy. Még mindig rengeteget tudok gyakorolni, meg fejlődni, csak ebben az egy dalban, csak ebben az egy sorban is rengeteget lehet fejlődni, de legalább megy előre a dolog. Ha már a példaképekről beszéltünk, tehát hogy legyen egy példaképet, próbálj meg valakinek a dalát eljátszani, akart, hogy azt a dalt el tud játszani. Én nekem a BA-ékon kívül két nagy példaképen van, az egyik Chet Atkins, a másik pedig Tommy Emmanuel, ő egy, ha jól emlékszem, ausztrál gitározó, hatalmas arc, voltam koncertjén, találkoztam vele személyesen, viszont a Chet Atkinsnek van egy száma, például csak azért mesélem el a sztorit, mert érdekes, a I Still Can't Say Goodbye nevű szám. Igazából ezzel a számmal ismertem meg őt, ezt az videót láttam először a YouTube-on, linkjét berakom a videó alá, és abban a videóban a világ egyik legérzelmesebb dalát játsza, hatalmas zenészek ülnek háta mögött a színpadon, és mindenki a saját édesapjára gondol, akit elvesztett, és 2 perc 15-nél ő is a D-t vagy egy A-húrt nem fog le eléggé, és olyan sántítva szólal meg. És akkor mi van? Tehát pont nekem ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogyha egy ilyen hatalmas gitárszemélyiség picit mellé tud fogni, akkor te miért ne foghatnál mellé? Tehát el kell dönteni azt, hogy rá kell jönni arra, hogy mindannyian tévedünk, főleg kezdők vagyunk, tehát pár hete gitározunk, semmi baj nincs azzal, hogy mellé fogsz. Főleg az elején saját magadnak játszol, ameddig tanulsz, gyakorolsz. Tehát mellé fogtál, és játsz tovább, következő próbálkozásnál talán nem követed el ugyanazt a hibát. De lehet neked olyan példaképed, aki mondjuk a magyar 80-as években volt zenész, vagy lehet egy modern példaképet, lehet egy rockzenész, egy metalzenész példaképet, teljesen mindegy, csak valahova indulj el. Az éneklés az sokaknál egy vízválasztó dolog. Ugye én is sokáig nem mertem énekelni, főleg nekem erotikus a hangom, mindenki ezt mondja, tehát bassza a fülüket. Amikor gitározni tanulsz, amúgy is magadnak, nem közösségnek gitározol, viszont a te kedvedet jobbá teszi, hogyha dalolászol a gitárszámhoz. Majd a Hajnyi Rózsa Volnékot a videó végén megpróbálom eljátszani, úgy, ahogy, mert megpróbálok hozzá énekelni, és aztán majd kiderül, hogy mi lesz a vége. Előre kérek elnézést. De ne felejtsd el, hogy a gitárjáték az egy játék. Angolul is azt mondja, hogy play the music. Ugye? Játszd a zenét. Ez egy játék, ezt élvezetből kell csinálni, nem kötelességből. Tehát ne legyen benned az a szorulás, hogy hú, most minden hangnak ki kell jönnie. Lópikulát. Annak kell kijönnie, hogy addig, ameddig a gitárral az öletben ülsz és játszol, az a 15-20 perc az neked örömet okozzon. Aztán majd eljön az a szint, amikor jobban fogsz tudni gitározni, és másnak is örömet fog okozni. Ha én gitározok a feleségemnek, ő is mindig sér. Azt még nem tudom, hogy azért sír, hogy hagyjam már abban, mert annyira borzasztó, vagy mert örül neki. De sír. Úgyhogy ennek a videónak igazából hosszú lett, megpróbálom megvágni, meg lesz tartalomjegyzék. Ennyi volt a tartalma. Ha érdekel a gitározás, írjatok kommentet, és akkor
csinálok még videót róla, nem professzionális videó, de hát ahogy én haladok előre, tudom, hogy most is több olyan projekt van, aminek a videózását félbehagytam, mert mindig jött valami más, pereskedünk éppen a magyar állammal, meg adóbevallást kellett csinálni, tehát most 6 hete nem volt videó, de maradjatok velünk, mert jönnek a régi témák is, folyamatosan be lesznek fejezve, meg hát egyre újabb témákkal bővül a csatorna. Lehet, hogy itt a szomszédommal például nyitunk egy új sorozatot, aminek ő lesz a hostja. Végre nem csak az én busa fejemet fogjátok látni ezen a csatornán, aminek nagyon örülnék, ha összejönne, és ilyen autószerelésbe fog talán belenyúlni, vagy hát ilyen autókarbantartásos témákba. Nagyon remélem, hogy összejön. Ez is jön. Úgyhogy én most még gitározok nektek egy picit. Nem kötelező része a videónak. Aki pedig itt föladja, annak köszönöm, hogy velem voltatok. Nyomjatok egy like gombot, osszátok meg a videót ismerőseitekkel. András és Bea, köszönöm szépen mindent, amit így a könyveitek és a találkozónk alapján kaptam tőletek. Fantasztikusak vagytok. És találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék, nyílnék én a lánynak, nyílnék a fiúnak.